látod, hogy baj van kérdezében, mert az oroszlánnak nincsen nyelve. Én a legesz, ahogy Borbit is mondjuk, hogy gondolod, hogy késednek következően a kritika következően Marsal Lajos beleugrott a Dunába. Hát a történet nem igaz. Egy, az oroszlánnak van nyelve, kettő, Marsal Lajos bőven túlérve a híd alatt, az is igaz, hogy a híd alatt kapcsán a vízbeugrás történet, az meg Arany Jánosnak a balladájából ismeretes, az is tulajdonképpen legendális dolog. Na most a látom itt, hogy úgy képőztek, hogy ott felejtettem az alap. Az alap után látom, hogy megnyitásoknál meg az 5-10 évvel később készült el, viszont azt is tudni kell, hogy jóval a látom gondolatának megszerzése előtt már fölmerült az ötlet, hogy összekinek össze kertetésével, és akkor egy Bobánki Dániel nevű építész jött elő egy olyan ötlettel, hogy kérdezőben építsük alagutat Pest és Buda között. És akkor azt mondta Pest, hogy ahol most a Krisztina városi templom van, onnan kezdik el az alagutat mélyíteni, és valahol, ahol most a nap szabadság, mert március tüzőtéget ér, ott jön már a alagút. Hát akkor ugye itt megvalósíthatatlan elutasították a tervet, pedig a dolognak akkor már volt előképe, mert Londonban akkor már épült, már kézen volt a Temze alatt vezető átvezető híd, igaz, hogy nagy állatotok árán készült el. A Roosevelt vagy Széchenyi térre tekintve, itt lehet látni, hogy komoly budapesti szállodák vannak, azt hogy most a Sofitelnek hívják az egyiket, meg Interkontinentálnak a másikat. Hát szoktunk jajgatni, hogy ez nagyon nem ütik itt a szakarci képben, mert a mellette jobbra lévő nagy épület az volt igazán a klasszikus Dunapartra illő szálloda, csak éppen amik itt voltak szállodák, azokat lebombázták a háborúban. Itt volt a Bristol, a Bulgária, meg Duna nevű szálloda. Hát ezekből ez az egy épület maradt meg. Ez az épület egyébként úgy hívják, hogy Tonet Ám, mert hogy ebben az épületnek a belső udvarában volt a Tonet nevű osztrák neves székgyártó vállalkozásnak a pesti lerakat. Mögötte pedig látjuk a pesti rivadó épületét, amely megint meg egy igen érdekes történelmi dolog, mert eredetileg ezen a helyen már volt egy rivadó, amely a reformkorm idején épült, Polvák Mihály tervei szerint, amely a pesti értelmiségnek volt egy ülekezője, szórakozó helye, és ők a osztrákok mondjuk úgy, hogy nagy rebelliója, illetve ellenzéke voltak, és ilyen formában a szabadságharc idején a rivadót az osztrákok lopázták, a budai oldalról ágyúval lőtték, tönkrement. Ezt az épületet már ez után építették ide, tehát ez nem a Pollák Mihályféle rivadó, de igen szép, úgy szokták mondani, hogy romantikus stílusban megépült építménye most megint elállították. Egyébként a Márkert kioszk, a Márkert madár, az egy érdekes és kellemes közlekedés összekötetés jelentett szóval és pár szintje között. A Mario szállodban is egy régi pesti szállodának a helyére épült. Mellette viszont itt jobbra látok egy két tornyú templomot. Mesélek megnézni a jobb oldali tornya. Látható, hogy az csak egy stilizáló templom maradt. A háborúban ugyanis ezt a templomot is lebombázták, és a jobb oldali tornyot nem állították helyre sokáig. Nemrég vesztették ezt a stilizáló tornyot oda. Egyébként ez a városi görög-keleti egyháznak a temploma. Hát általán zárva van. Isten tiszteletben a templomában. Ezek alkalmazok, vagy külön engedélyezek telefonos érdeklődés után lehet bejutni a belvárosi templom, amely szintén Budapest egyik legrégibb templom, az árpátorói nyomokkal. Az Erzsébet hídon, amely az ezbevétbe lesz menni, az Erzsébeti ott a végén kanyarodik egyet, azért, mert hogy útjába vonunk a belvárosi templom. Hát éppen ma délelőtt ezt elmeséltem egy buszon, és akkor némi vita alakult ki. Én csak annyit olvastam róla, hogy
az első erzsébeti építések forrendkor fölmerült az ötlet, hogy a vállalatikában ott is kéne tolni, mert útra van. És akkor ezen állított komolyan gondolkodtak, költségvetési termékben volt, majd elvetették. Pont az utazások között ezen a busz kirándulásot néhány ember aki azt állított, hogy tényleg átérték a templomot, akkor itt bizonytalan belül egy kicsit. A Dunapartnak ezt az akaszán, a belső Dunapartnak ezt az akaszán, téged úgy hívták, hogy Belgrád, mert a Havasági felélső végén volt, a Pesti városi résznek a Belgrádi kapuja. Az a kis körútáról kezdődik a Fehérvár, meg a Szabadsági Polgatók és a körülről a Basilikáig terjedő terület volt a egykori középkori Szabadsági Polgatók. Ezek egy csomó kapuja. Hát itt volt a Belgrádi kapu, az egy kis nagyobb, ahol most a Dávid tér van, az ugye már a Kecskeméti kapu, aztán utána volt a 60. kapu, a Lasszói aluljáró helyén, aztán a Váci kapu volt a Váci úton, a Vörösmarty híd felé, nagyon sok tér felé jövő végén, hát egyik tekintet nyomott, hát ennél Kámbágyat emlékeztetett arra, meg a Kiskör úton bekuttantva egy-két mellékutcában, az elvárni az egykori díj Pesti városban, ahol maradt a munkat, néhány még Pesti darabot, hát előjönött a város. A Pesti fürdőkultúra egyik központja térségében a Haladókát, ugye, mert itt van a Rudas fürdő, mögötte ott a Ránc fürdő, és egyébként ugye beszélték rengeteg fürdő van, talán a Ránc fürdő nevét kéne még nekem is, hogy Ránc, mik azok a Ráncok, hogy a szerbek, melyeket hívták annak idején Ráncoknak, ott ahol most a Ránc fürdő volt, valahol volt a Tabán nevű városrész, és a Tabán lakói,